Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Kovács Szilvia karcagváros alpolgármestere, szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is örülök a meghívásnak, köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm én is a kedves televízió nézőket. Alpolgármester asszony, a tavalyi év nagy sikere után az idén is meghirdették a legszebb konyhakertek programot. Milyen az idei lelkesedés, mit lehet tudnunk róla? Hát az idei lelkesedéssel meg vagyok elégedve, hiszen már nem csak Karcagon és a mellettünk lévő püspökladányban került ez meghirdetésre, hanem a Vidékfejlesztési Minisztérium és háttérintézményeinek a kiemelt országos projektjeként országosan is meg lett hirdetve ez a verseny, és 62 település csatlakozott a kezdeményezésemhez, és most a napokban záródnak majd le a helyi nevezések. A kertgazdák most 31-éig, illetve június 5-éig adják majd le jelentkezéseiket a települések helyi megbízottjainál. Tehát akkor, ha jól értem, akkor ez úgy fog működni ez a verseny, hogy lesz egy városi szintű megmérettetés, és mi lesz a folytatás? Így van, először mindig a településen zajlódik le ez a legszebb konyhakertek verseny, és így kiválasztódik a település legszebb konyhakertje abban a kategóriában, ahol nevezések történtek, és ez alapján a helyi zsűri el fogja majd dönteni, hogy a kategória győztesek közül kiket fog az országos Magyarország legszebb konyhakertjei versenyre benevezni. Ez várhatóan mikor lesz ez az országos verseny? Hát az országos verseny a helyi versenyek lezárása után kerülhet megrendezésre, és ezek a kertek országosan akkor kerülnek majd összehasonlításra és megmérettetésre. Ez szeptemberre fog tevődni, hiszen addigra tudják véglegesen lezsűrizni a helyi zsűrik a kerteket, és akkorára fognak tudni eredményt közölni felénk, és így ennek az eredmény hirdetése majd szeptember vége és október eleje lesz. Tavaly beszélgettünk erről a konyhakert programról, és ugye akkor kiderült, hogy határainkon túli városok is szerettek volna csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Mit lehet tudnunk most, hogy áll ez a dolog? Így van, szerencsére nem csak szerettek volna, hanem meg is tették, így Felvidékről Szepsi, Erdélyből Székelykeresztúr és Délvidékről Bácskosút falva is jelentkezett erre a versenyre, illetve úgy tudom, hogy Püspökladány testvérvárosa, egy lengyel testvérváros is csatlakozási szándékát fejezte ki, remélem, hogy ezt meg is tette, illetve volt még egy bejelentkezőnk Bácskából, Temerin. Úgyhogy velük elég szoros a kapcsolatunk, Temerinben például külön kertbarátkör alakult erre a kezdeményezésre, de ez tulajdonképpen más magyarországi település is elmondhatja magáról, hiszen Bagon egy kertészmérnök hölgy, Szederinda néven, nagyon aranyos a neve, megalakította csak azért, hogy ezt a versenyt helyben le tudják folytatni, a Kertbarátok Egyesületét. És ezeket a településeket hogyan vonják be a versenybe, vagy ők esetleg nem neveznek, hanem csak csatlakoznak ehhez a programhoz, mint hobbi kertészek? Tulajdonképpen a csatlakozó települések mindegyike lefolytatja ezt a versenyt, és csatlakozási szándékát egy együttműködési megállapodás megkötésével nyilvánítja ki felénk. Ennek alapján kapja meg a programcsomagot, az útmutatót, a szabályzatot, mindenféle olyan segédanyagot, amivel a helyi versenyt meg tudja szervezni, illetve be tud majd kapcsolódni és nevezni tud az országos versenyre. Most az idén milyen kategóriákat jelöltek ki, miben lehet indulni? Az elmúlt tavalyi év három kategória, a mini, a normál és a balkon kategória mellett meg kellett hirdetnem a zárt kert 1 zöldséges és a zárt kert 2 gyümölcsös kategóriát is, hiszen nagyon sok csak gyümölccsel foglalkozó kertgazda jelezte felém, hogy bizony ő is szeretné megmérettetni a kertét, és úgy gondoltam, hogy nem szabad őket kihagyni ebből a körből, már csak azért sem, hiszen a gyümölcsösöknél nagyon sok őshonos fajtára lehet még szert tenni, illetve fellelni, és erre mi külön odafigyelünk és oda koncentrálunk, és próbáljuk ezt a gyűjteményt, a magyarországi gyűjteményt kiegészíteni, hogyha lehetséges és tényleg potenciálisan indokolt jelölés van erre, megtenni, hiszen ezeket szerintem 24. órában tudjuk összegyűjteni és megőrizni az utókor számára. A tavalyi év tapasztalatain alapulva az idén végeztek-e bármiféle változtatást ebben a versenyben, tehát mondjuk
azt, hogy a zsűri mikor, hogyan látogatja meg a kerteket, vagy bármilyen változtatást eszközöltek-e, vagy maradt a régió bevált tavalyi módszer? Igazság szerint alapjait tekintve a régió bevált tavalyi módszert igyekeztem megtartani, és igyekeztünk mindenki számára követendő példaként előállítani. Annyiban változott a kiírásunk, hogy ha valaki permetez, akkor permetezési naplót megkövetelünk tőle, illetve fontos számunkra a biomódszerek alkalmazása, illetve ha öntöz, locsol valaki, akkor szeretnénk, hogyha ezt nem a kútvizével, a csapvízzel tenné meg, hanem természetes vizeket használna, esővizet gyűjtene össze, vagy ha van egy kanális csatorna a kertjénél, akkor annak a vizét használna az öntözésre, és megkímélné ezzel a felszín alatti vizet, és ezzel próbáljuk ezt védeni. Hát legtöbben az esővízhez folyamodnak, tekintve, hogy fótkutyuk sincs a kertjükben, bár van olyan kertgazda, aki teljesen ellene van a locsolásnak, mondván, hogy az öntözést tönkreteszi a talajt, és ezért nem is folyamodik ehhez a módszerhez. Tulajdonképpen ennyi, illetve még a komposztálásra fókuszálunk egy kicsit, próbáljuk ezt is népszerűsíteni a kertgazdák körében, de én úgy gondolom, hogy ez nem is szükséges, hiszen tavaly is azt tapasztaltam, hogy amerre csak jártunk, szinte mindenhol volt komposztáló, mindenki az esővízzel próbált gazdálkodni és locsolni, öntözni, illetve a permetezést mindenki kerülte, ha csak megtehette, és ezeket nagyon komolyan vette. Tulajdonképpen ennyiben változott a tavalyi szabály, ugyanúgy kétszer kell bejárni a konyhakerteket, és hogy ezt a helyszíni zsűri, a helybéli zsűri mikor teszi meg, azt rájuk bíztuk, hiszen nálunk most van esős idő, a Dunántúlon nincs, kapom ezeket a jelzéseket, amikor nálunk süt a nap, akkor máshol szakad az eső, tehát ezt mindenki eldönti magának és beosztja, hogy mikor teszi meg. Van, akik már elkezdik bejárni a kerteket, természetesen ők már befejezték a nevezések összegyűjtését, de én úgy gondolom, hogy inkább ez június első, második és harmadik hetére fog javarészt tevődni az országban, hiszen addigra fejeződnek be a nevezések, addigra zárják le a települések a jelentkezéseket, és beszélik meg a kertgazdákkal, hogy mikor fogják megtekinteni a főművüket. Karcagról lehet-e valamit tudnunk, hogy állunk nevezések tekintetében? Egészen jól állunk, a 40-hez közelítünk, de azért én többet várok a karcagiaktól, mert azért vannak visszajelzéseim, hogy bizony vannak olyan települések, ahol elég szép számmal jelentkeztek, és nem szeretném, hogy a karcag lemaradna. Úgyhogy itt is kérem a karcagiakat, hogy aki még eddig nem tette meg, és szép kertje van, és gondozza a kertjét, jelentkezzen és tegye meg a jelentkezését. Hogyan zajlik majd a bejárás, a zsűrizés? Tehát például a karcagi zsűri összetétele, az megváltozott-e, vagy ez is maradt a tavalyi? Megváltozott, illetve hogyha nagyon sok jelentkező fog még befutni, akkor a száma nőni fog, és én ezt kértem minden településtől, hiszen nem mindegy, hogy 20 jelentkező van egy településen, vagy 180 bármennyi. Nyilván ilyenkor a zsűrinek magasabb létszámúnak kell lennie, hiszen nem várható el egy zsűritől, hogy 100 akárhány kertet nézzen meg, bár szerintem azért ilyen magas számú jelentkezőre első évben nem igazán lehet számítani, a magyar embert nehéz megmozdítani, én ezt tapasztalom. De komolyra fordítva a szót, nagyon fontos, hogy egy zsűri csoport annyi kertet kapjon meg megtekintésre, amennyivel tényleg bír. Legyen ideje a kertgazdával elbeszélgetni, tüzetesen megnézni a kertet, nyugodtan lefotózni a kertet, esetleg videót készíteni róla, hiszen az országos megmérettetésnél majd a fotóknak, a felvételeknek lesz nagyon nagy jelentősége, hiszen azt nem tudjuk megvalósítani és kivitelezni semmilyen formában, hogy az ország minden részére és minden benevezett kertjére elmenjünk és megtekintsük azt. Tehát nekünk ezekre a maradandó anyagokra, az elkészített, ott elkészített, helyben elkészített anyagokra lesz majd szükségünk, erre fogunk tudni majd támaszkodni. Illetve a kertbejárásoknál nagyon fontos tényleg, hogy legyen elénk időnk, hiszen ekkor tudunk elbeszélgetni a kertgazdákkal, és ilyen beszélgetések alkalmával tudunk a régi módszerekre és fortélyókra rákérdezni, illetve felszínre hozni, és nekünk ez is egy titkos vágyunk, én ezt már többször elmondtam. Ezeket összegyűjteni esetleg? Így van, egy nagy almanakba összegyűjteni, hiszen ha ezek az idős emberek elviszik magukkal, akkor már nem tudjuk kitől begyűjteni őket. Tehát ha nem hallgatjuk most meg, és nem hagyjuk őket elmesélni, elbeszélni ezeket,
akkor elveszítjük ezeket a fontos és hasznos információkat, amiket az öregek ránk tudnak hagyományozni. És a tapasztalat azt mutatja, hogy mindig a beszélgetések során jönnek elő ezek a gondolatok, hiszen amikor elkezd valaki mesélni, akkor felidéződik benne az az élmény, amikor az ő szüleivel, nagyszüleivel, esetleg dédszüleivel tüsténkedett, tevékenykedett a kertben, és sokszor akkor jönnek ezek a módszerek és praktikák felszínre, jut eszébe, hogy hú, mi akkor mit is csináltunk, és akkor már dereg neki valami, és lehet, hogy már csak két hét múlva jut eszébe, de meg kell mozgatni azokat az alvó és felszín alatt szúnyadó tudásokat, amiket nekünk kötelességünk megőrizni és áthagyományozni az utódok számára. Hogyan látja, akik tavaly megmérették magukat, az idén is beneveztek-e a versenybe? Igen, én külön figyeltem őket, bár lehet, hogy ez nem volt igazságos dolog tőlem, de azért a tavalyi kerteseimet nagyon-nagyon elvárom erre a versenyre, és örömmel mondhatom, hogy szinte mindenki jelentkezett, és nagyon sok új jelentkező is van, aminek én külön örülök, és vannak nagyon fiatalok, vannak nagyon idősek, ennek külön nagyon boldog vagyok ezért, hiszen ez azt mutatja, hogy ez a program, ez a kezdeményezés minden korosztályt megmozgat. Tehát úgy gondolom, hogy most is nagyon vegyesen leszünk benne, hál' Istennek. Tehát lesznek 10 év alattiak, és remélem, hogy lesznek 80 év fölöttiek is. A múlt héten a Csokonai Könyvtárban ezzel a kertprogrammal kapcsolatban egy rendezvényt bonyolítottak, erről meséljen nekünk, mi is volt ez a rendezvény. Így van, a könyvtáros pedagógusok kis munkaközössége kiírt egy pályázatot Kassobáné Vera kezdeményezésére, aminek én nagyon örültem, hiszen ez szervesen kapcsolódik, sőt támogatja, segíti, és hiányt pótol a Legszebb Konyhakertek programmal kapcsolatban, hiszen az iskolásokat célozta meg, és tudjuk, hogy az iskolában a konyhakert gondozás az utóbbi években, évtizedekben sajnos háttérbe szorult, és nem kapott elég hangsúlyt, sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy meg is szűnt, és el is tűnt, hiszen nem volt benne a gyakorló órákban, a gyakorlati foglalkozásokban, és bizony nem volt erre idő, és nagyon sok helyen még a konyhakerteket is megszüntették. Ezért volt öröm számomra Vera kezdeményezése, hiszen ő kiírta, hogy zárt kertek Karcagon, illetve a kertműveléssel kapcsolatos pályázatoknak a beérkezésére egy pályázatot, és ennek kapcsán 16 diák nyújtott be pályaművet, amit értékeltek, és kiosztottuk a díjakat. Kicsit későn történt a díjkiosztás, de én mondtam a rendezvényen is, hogy most úgy jártak, mint az igazi kertgazdák. Aki elveti a magot, az nem rögtön fog termést aratni, hanem ezt meg kell várni, hogy az megérjen, és később, hónapokkal később fog termésre fordulni. És az ő esetükben is így történt, hiszen a múlt héten történt 21-én ennek a díjkiosztó ünnepsége, aminek keretén belül dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ajándékát és köszönő gratuláló levelét tolmácsolhattam feléjük, és az ajándék a felajánlása keretében fogunk pénteken, május 31-én egy kirándulást tenni az Országházára, a Vidékfejlesztési Minisztériumba és a Mezőgazdasági Múzeumba. Ez egy miniszter úr ajándéka, így van, és ebben részt vesznek a felkészítő pedagógusok, illetve azok a kertprogramban dolgozó önkormányzati dolgozók, akik nekem a fő segítséget nyújtottak a program lebonyolításában, illetve az eredményhirdetésben, illetve az azt követő három konferencia megszervezésében. Én úgy gondolom, nagyon jó kis csapat alakult ki, és én már nagyon várom ezt a remélem jó hangulatú, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó hangulatú kis kirándulást, hiszen nagyon szép lesz a program, gazdag lesz a program, és még egy ebédet is kapunk a Vidékfejlesztési Minisztériumban, és én úgy gondolom, hogy az Országház és a Minisztérium és a Mezőgazdasági Múzeum is felejthetetlen élmény lesz. Úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is. Mi pedig reméljük, hogy ha hazaérkeznek erről a kirándulásról, akkor beszámolnak majd a Karcag Televízió nézőinek is erről így az van. Útról, van, erről a szép ajándékról. Egy másik jelentős esemény is lezajlott az elmúlt hétvégén, a Karcagi Szimfonikus Zenekar fennállásának 20 éves évfordulóját ünnepelték egy jubileumi hangverseny keretében. Ön a zenekar egyik alapító tagja. Meséljen nekünk erről a rendezvényről, hogy sikerült. Hát igen, ez a rendezvény végül is nagyon jól sikerült. Nagyon sokat készültünk rá, és nagyon-nagyon vártok már, hiszen hát egy jelentős korszakot és nagy időszakot, 20 évet zártunk ezzel le.
és ez a 20 év elég gazdag, elég színes volt, és bizony-bizony kicsit fel is adta a leckét, hogy hogyan gyűjtsük össze ezt a 20 évet. Igyekeztünk mindenkiről, minden fontosabb eseményről, minden fontosabb mozzanatról említést tenni és megemlékezni. Én úgy gondolom, hogy mindenkit meg tudtunk említeni, minden sikeres és kevésbé sikeres, illetve nehezebb időszakot felemlítettünk, hiszen voltak a zenekarnak olyan időszakai, amikor nagyon sokat turnézott külföldön, vidéken, ez az időszak most lezajlult, már nincsenek ilyen lehetőségek, hiszen átalakult az egész világ körülöttünk, és más az igény, kevesebb koncertet tudunk tartani. Hát is bizony szembe kellett nézni azzal a szomorú időszakkal is, amikor 2010 óta a gazdasági válság Magyarországra való begyűrűzése után sajnos a mindzenekarunkra is egy kicsit nehéz időszak hárult, hiszen az önkormányzat bármennyire is jó gazdája volt 2000, ha jól mondom, és nem akarok tévedni, 2004-től, a zenekarunknak bizony a gazdasági válság után nem volt olyan lehetősége olyan nagy mértékben támogatni a zenekarunkat, csökkentett költségvetéssel kellett mennünk, bár én azért büszkén mondom, hogy a mi önkormányzatunk nem hagyta a zenekart, és erején felül teljesítve támogatott bennünket. Ez azért nagyon fontos megjegyezni, és fontos, hogy ezt minden karcagi tudja, hogy bizony vannak olyan nagyvárosok az országban, Szeged például, Szolnok és Debrecen, ahol nagy szimfonikus zenekarok maradtak gazdátlanul. Igen, erről lehetett olvasni az elmúlt időszakban. Így is. Van, és bizony-bizony a működésüket meg kellett szüntetni, ugyanígy állt a Debreceni Lira együttes is, akinek szinte nullszaldós lett a költségvetése, és egy debreceni, tehát egy nagyon sikeres és nem olyan nagy nehézségekkel árán működő városról van szó, mint ahogy Karcag is küszködik a nehéz anyagi és gazdasági helyzetben. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzat erején felül is próbál segíteni, és külön öröm számomra, hogy ehhez az erőfeszítéshez hozzájött a vállalkozóknak a segítsége, és így közösen azért mégiscsak meg tudtunk maradni, és én bízom abban, hogy az elkövetkezendő évek hát egy kicsit azért enyhébb körülményeket fognak számunkra megteremteni, és lehetővé teszi azt, hogy az önkormányzat úgy tudjon bennünket támogatni, ahogyan szeretné, hiszen polgármester úr mindig is hangoztatja, és mindent meg is tesz azért, hogy bennünket támogasson. De hát sajnos az önkormányzat és a képviselőtestületnek a keretei is szűkösek, mint ahogyan mindenre szűkös, hiszen a civil szervezeteket sem úgy tudjuk támogatni, az intézményeket sem úgy tudjuk támogatni, ahogyan szeretnénk. De hát ez most egy olyan időszak, amit túl kell élni mindenkinek, és minden település erre próbál koncentrálni. És ugyanezek a problémák fogalmazódtak meg, amikor múlt hét előtt a TÖOSZ rendezvényén voltam Szolnokon, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének a megmozdulás vagy rendezvényén voltam. Ugyanezek a nehézségek, ugyanezek a problémák köszöntek vissza, kis településeknél még nagyobb szinten. Tehát ott olyan szinten, hogy szinte a polgármester már arról panaszkodott, hogy ő a mindenes. Tehát tulajdonképpen ezeket a nehéz anyagi problémákat kell majd oldani, és hogyha ezek oldódnak, akkor remélem, hogy a zenekarunk is többet fog majd tudni koncertezni, és megint egy olyan virágzó működést tudunk teremteni, hát ami régebben volt, és én bízom abban, hogy a karcegiek továbbra is kitartanak mellettünk, és a vállalkozóknak a segítségére az önkormányzat támogatása mellett továbbra is fogunk tudni majd számítani, bízunk benne. Milyen érzés volt 20 év után a színpadon? Nem az, hogy 20 év után ismét húzni a színpadon, mert ugye folyamatosan felléptek, de azért mégis 20 év az olyan fajsúlyos. Igen, izgalommal tekintettük a koncert elé, hiszen nem voltak új számaink, nem készültünk új számmal, nem is volt rá érkezésünk és időnk, és energiánk sem, én úgy gondolom. Inkább arra próbáltunk koncentrálni, hogy azokat a számokat vegyük elő, amik a karcagiaknak, vagy pedig nekünk kicsit önző módon, de a kedvenceink voltak. Így kicsit több keringőt játszottunk, kevesebb indulót. Van, aki az indulót szereti jobban. Nekünk a keringőt egyébként nehéz játszani, mert sok hangnemváltás, sok ritmusváltás van benne, de büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt években ezt nagyon megtanultuk. Picit több énekes számot szerettünk volna a koncertbe emelni,
De próbáltuk azt az egészséges arányt megtalálni, hogy mindenkinek a kedvére tegyünk. Így aztán bekerült egy Beethoven, egy komolyabb darab is, bár tudom, hogy vannak olyan igényes koncertlátogatók, akik többet szerettek volna ebből, de hát így nem jutott hely például operett részletekre, nem jutott hely opera részletekre és musicalre sem. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon gazdag, és most láttuk igazából, amikor összeírtuk a műsorszámainkat, hogy mennyire gazdag repertoárunk van, és 20 év alatt mi mennyi mindent megtanultunk. Egy kis kiállítást is szerveztek. Így van, igen. A repertoárokról jut eszembe. Így van. Tehát igazság szerint, ha mi most végig akartuk volna játszani a repertoárunkat, és csak érintve minden műfajból játszottunk volna egy pár darabot, én úgy gondolom, egy olyan 2,5-3 órás koncert simán összejött volna. Tehát én úgy gondolom, hogy ha most nem tanulunk még legalább 3 évig új számot, és rengeteg számot fogunk tudni játszani, tényleg 150 körül van azoknak a száma, amit mi szinte koncertszerűen elő tudunk venni és játszani tudunk. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon szép teljesítmény az elmúlt 20 évet tekintve, főleg, hogy mi egy amatőr és kisegítőkkel működő zenekar vagyunk, mert az amatőrök lelkesülése és lelkesítése nagyon sokszor azért sokkal több mindent pótol, mint hogyha egy simán profi zenekarról lenne szó. Én úgy gondolom, hogy méltó lezárása volt ennek a 20 évnek ez a koncert, és szépen megemlékeztünk mindenkiről. Szerettünk volna még a karcagi 10-10-valahány évig zenekarban szívszerelemből játszó tagokról is megemlékezni, ez egy kicsit már időhiányában nem fér bele, de legközelebb ígérjük, hogy mindenki bele fog férni, és talán lehet, hogy hosszabbra fogjuk tervezni a koncertet, nem tudom, ez még a jövő zenéje lesz, illetve még a kiállítást szerettük volna gazdagabbá tenni, de elég kevés időnk volt arra, hogy ezt megszervezzük, meg hát nekünk is gyakorolni kell ennek a szervezését, illetve az, hogy mire legyünk figyelemmel, mit vonjunk ebbe bele, mit érdemes megmutatni a közönségnek, mire kíváncsi a közönség. Szerettük volna a közönséget jobban bevonni ebbe a megemlékezésbe. Hát kunok lévén nem nagyon hagyták magukat, de én remélem, hogy legközelebb majd talán aktívabbak lesznek, és tevőlegesebben jobban részt vesznek ebbe. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó közönségünk volt. Teltház örültek, volt. Így van, teltház volt, örültek nekünk. Szokás szerint nagyon nagy tapsokat kaptunk, és láttam mindenkinek a boldog arcát, és ez nekünk nagyon jó érzés, hiszen ezért dolgozunk. Van esetleg a közeljövőbe tervbe véve egy újabb bemutatkozás, egy újabb koncert? Mire számíthatnak a karcagiak? Nem tudom, hogy beszéltek-e már ilyenről, hogy udvari muzsikán esetleg a nyáron részt vesznek-e, föllépnek-e? Igen, vannak ilyen terveink, hogy aztán ez hogyan fog realizálódni, ez meg a jövő zenéje lesz. Talán az augusztus 20-ai ünnepség sorozat keretén belül lesz szerepünk, és föl fogunk lépni. Ilyen terveink vannak, reméljük, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, és lesz rá háttérbázisunk, úgy anyagiakat, mint embert tekintve. A nyár az mindig nagyon nehéz egy zenekar életében, hiszen nyáron mindenki nyaral, erre utazik, arra utazik, és bizony azért itt fix pontok vannak, fix szólamok vannak, és ott nem lehet hiányozni, ott az embereknek meg kell lenniük. Én úgy gondolom, hogy összetudjuk majd őket hozni, és lesz nyári programunk is. Illetve a következő évadot tekintve még nem tudom, hogy mik lesznek a terveink. Nyilván mindenkivel egyeztetni kell majd, karmesterrel, fenntartóval és mindenki mással, mik az igények, mik a lehetőségek, és ennek alapján, ennek tükrében, tudatában lehet majd megtervezni a következő évadot, amit reméljük, hogy szeptemberben el tudunk kezdeni, és talán jövőre már több koncertet tudunk adni a karcagiak számára, illetve el tudunk jutni majd vidékre is, hiszen erre már régen nem volt lehetőségünk. Erről is be fogunk majd számolni a kedves nézőknek, és ezúton mi szívből gratulálunk a zenekar fennállásának 20. évfordulójához. Alpolgármester asszonyként számos rendezvényen, eseményen részt vesz. A közelmúltból mely eseményeket emelnék ki? Merre járt? Hát ez elég nehéz kérdés, hiszen én elég sok helyen járok, és elég sok felé megfordulok, és nagyon széles annak, azoknak a köre, műfaját és stílusát tekintve, ahol én tényleg jelen vagyok. Hát számomra nagyon kedves volt a május 1-i Ferdinánd sütőverseny, ez nagyon aranyos volt, hiszen hozták a finomabb süteményeiket a háziasszonyok és a férfiak is, beszálltak a sütésbe. A Kovács Mihály napig is nagyon szép rendezvénysorozat volt, igazán szép, bensőséges és megható, és méltóság teljes ünneplése volt.
a Kovács Mihály napoknak, illetve egy fontos esemény volt, én úgy gondolom Karcag életében nagyon fontos, az április 5-én megrendezett elektronikai hulladékhasznosító Kft.-nek az ünnepélyes alapkőletétele és sajtótájékozatóval egybekötött ünnepsége, ahol tulajdonképpen be tudtak mutatkozni a befektetők, letettük jelképesen az alapkövet, bár azóta is elég most, ha hozzánk az idő, és a kinti munkák kicsit késnek, és talán csúszásra is leszünk ezzel ítélve, de hiszen ez nagyon fontos a város számára, hiszen sok munkahely teremtődik ennek az üzemnek a felépülte által, és én bízom abban, hogy ezek a sikerek csak a kezdeti lépések, és még ezt követően több gyáregység is be fog tudni települni a városba, és még több munkahelyet tudunk teremteni ezáltal a karcagiak és a vonzás körzetben lakók számára. Ez szintén egy fontos rendezvény volt, de nekem minden rendezvény nagyon fontos. Fontosak és szívhez szólóak az óvodai rendezvények. Most délután szintén lesz egy óvodai rendezvény, és drukkolok nekik, hogy ne essen az eső, hiszen már egyszer eltolódott az eső miatt. És más számos országos nyugdíjas polgár egyesületnek is a rendezvényei általában meghívott, illetve nem általában, hanem mindig. Pontosan fogalmazom, mert Béreshanyi bácsitól kikapok. Mindig meghívott vendég vagyok, és mindig szívesen is látogatok el hozzájuk, hiszen ezek mind olyan megmozdulások, amik Karcag életét színesítik, és mind arról tanúskodnak, hogy itt egy nagyon-nagyon pezsgő és színes, színvonalas kulturális és társadalmi élet van. És én büszke vagyok Karcag minden civil szervezetére, vállalkozására, egyesületére, intézményére, hiszen mindenki nagyon jól teszi a dolgát, nagyon lelkismeretesen dolgozik, és olyan minőségi munkát végez, amire, hogyha én bárhová elmegyek az országban, bármilyen rendezvényre, én abból csak merítkezni tudok, példaként tudom fölhozni, és büszke tudok rá lenni, és ez nagyon jó érzés. Alpolgármester asszony, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és visszavárjuk majd egy következő interjúra, és addig is jó kirándulást kívánunk péntekre. Köszönöm szépen, önöknek. És szívesen visszajövök, és üdvözlöm még egyszer a kedves televízőnézőket, viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.